ha csak nem leszünk olyanok, mint ezek a gyermekek. Ugye Jézus arra jött bizonyságot tenni, hogy van egy mennyei édesapánk, és hát nagyon kevés az, amikor nem ő, vagy nem az ő üzenetei jutnak eszembe, és itt lehet látni, hogy itt van ez a kis csikó, és itt van az édesanyja, hogy mit jelent az, hogy gyermeknek lenni, gyermeki viszonyban lenni, hogy tudva magunkénak tudni azt, hogy van valaki, aki vigyáz ránk, és ez az egyik leglényegesebb dolog. Őről jött bizonyságot tenni Jézus, hogy van egy mennyi édesapánk, akinek a jelenlétében mi merünk létezni, és merhetünk létezni. És a létezésünknek az egyik legfontosabb biztosítéka az, hogy ennek a tudatában legyünk. És lehet látni, hogy ez a kis csikó, ez bátran, nyugodtan és gond nélkül, gondtalanul fekszik le, és nem csak, hogy lefekszik, hanem fektében még legelni is mer. Mert nincsen gondja afelől, hogy mi alatt ő van, mi alatt ő fekszik. Valaki vigyáz rá folyamatosan, hogy ott van neki a vigyázó édesanyja, és ennek a biztonságában nincsen semmi gondja. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy erre ráébredjünk, és ezt elfogadjuk, ezt tudjuk. Mert a létezésünknek az egyik alapköve az, hogy tudjuk, hogy a mennyi édesapánk, Isten vigyáz ránk és figyel ránk, miközben mi vagyunk, és tudjuk, hogy ő, aki elhordozza a gondjainkat, ő, aki a biztonságunkat szolgálja, ő az, aki megtart minket minden helyzetben, és hogy gondtalanul létezzünk és élvezzük az életet. Fontos azzal tisztában lenni, hogy nekünk is van egy ilyen mennyi édesapánk, aki ráadásul nem is egy halandó kanca, hanem a teremtője mindennek, akinek a szavai és az ígéretei azok sokkal nagyobbak, mint ennek a kancának a biztonsága. És hogyha ennek a kancának a biztonságában ennyire mer ez a kis csikó létezni, akkor azzal tudjuk megmutatni mennyi édesapánknak, hogy bízunk és hiszünk benne, és a világnak is, hogy van nekünk valóban egy mennyi édesapánk, hogyha ugyanez a nyugalom és béke látszódik meg rajtunk, ugyanez a létezés látszódik meg rajtunk, mint ezen a kis csikón. Hogy mi is merjünk létezni, lefeküdni, pihenni, nyugodni, békében létezni, mert van egy mennyi édesapánk, akiről a fiú Jézus Krisztus jött bizonyságot tenni nekünk. Ez a létezésünk alapfeltétele.